Sziasztok, én Takugawa vagyok, és ebben a vlogban szeretnék egy pár tippet megosztani veletek Windows 10-zel kapcsolatban, illetve egy rendszer bemutató videónak a menetéről szeretnék beszélni pár szóban, vagyis hogy hogyan készül egy ilyen kis bemutató szösszenet. Na de kezdjük az elején a Windows 10-zel. Nos, aki Windows 8.1-el rendelkezik, mint stabil rendszer is azt használja, viszont szeretnék kipróbálni a Windows 10-et, és mellé rakja egy másik Winchesterre, SSD-re, stb. Tárhelyre. Nos, akkor annak ajánlom, hogy használjon másik Microsoftos akkuntot, mint amit a 8.1-höz használ, ugyanis én az utóbbi napokban észrevettem, ahogy a Windows 10-et föltettem, hogy ugye az ugyanazt a Microsoft akkuntot használja, mint a 8.1, és bizony, amikor a 10-nek abba hagytam a tesztelését, a videó elkészült, fölkerült hozzátok, és utána visszatértem a 8.1-re, újabb rendszerre vadászni. Nos, hát akkor feltűnt számomra egy részről, hogy meghűlt az egész driverem, amiről beszéltem Windows 10 alatti videóból is, ugye. Szó volt, hogy nem tudja eldönteni, hogy mi van, ez tegnap odáig jutott, hogy a 8.1 alatt megborult a driver, és az eddig sziklaszilárdan futó 8.1-em elég érdekes problémákat mutatott számomra, mégpedig a következőket: egér nem akarta fölismerni, valami oknál fogva képtelen volt betölteni normálisan a driver, az Origin az fogta magát, és egyfolytában ilyen icike-picike kis ablakban nyílt meg, csak a jobbra és a fölle mutató nyilat mutatta, hogy húz ki a méretet, de igazából semmit nem csinált, lefagyott torba szájba, alig sikerült elindítani bármit is Origin alól, Steamet még egyelőre nem próbáltam, ami viszont érdekesebben az az, hogy sem az Origin, sem pedig a Steam nem lett föltéve ugye Windows 10 alá, így nem is értettem, hogy az Origin miért csinál ilyen problémát, aztán rájöttem, hogy az itt a gond, hogy ugye ugyanazzal az akkunttal lépek be. A másik probléma pedig az, hogy képes nagyon jó kavarodásokat okozni a Windows 10-ben végrehajtott felület változtatások is a 8.1-ben, ugyanis nem tudja tökéletesen ugye lekezelni a Windows 10-ben lévő módosításokat, így innentől kezdve elég érdekes kis problémákat tud felvetni felület szempontjából is, ami ugye a szín, stb. Kezelést illeti, és akkor nézzünk egy olyan kis tippet, amit egy hozzászólásból fogok meríteni, ugyanis ugye én tegnap elmondtam a videóban, hogy úgy néz ki, hogy egyelőre a Microsoft leállította ugye az Insider programba való belépési lehetőséget, illetve nem lehet ugye ISO leszedni, viszont vannak olyanok, akik szeretnék ennek ellenére is kipróbálni, ezt meg lehet tenni, és ugye vannak olyanok, akik pedig úgy gondolják, hogy ez bizony, különböző fórumokban már olvastam róla, hogy ugyanúgy, mint 8.1 esetében, ha valaki nem gyárit használ, ugye nem vett jó pénzé kulcsot, akkor bizony használja a KMS szervereket, és akkor azzal be tudja aktiválni. Nos, egyrésztről én azt mondanám, hogy mivel az sem biztos, hogy ez az RTM, csak mindenki erre gyanakszik, de kimondva még nem lett, ugye a Microsoft részéről, így innentől kezdve, hogy még egy tesztverziót használunk, szerintem tök felesleges aktiválni. A vízjel az, ahogy láthattátok, eltűnt, az Insider nálam sem működik, holott nekem van Insider-es akuntom, ugye, ami egy és ugyanaz, mint a Microsoft akuntom. Annak, akinek meg nincs, szerintem, hogyha fölrakja a rendszert, semmilyen problémája abból nem fog eredni, hogy neki nem lett beaktiválva a rendszere, ugyanis láthatjátok a videóban, hogy én is aktiválatlanul használtam, és minden funkciót ugyanúgy el tudtam érni, kivéve ugye, amik például régiózárosak, mint a Cortana-nak a használata. Úgyhogy én ezt a KMS szervert annyira nem támogatnám, és nem is ajánlanám senkinek, ugyanis akárhogy is nézzük, ez egyfajta crackkelésnek számít, innentől kezdve pedig ugye nem is az, hogy mi van jogilag, meg stb. Ez a legkevesebb probléma. Itt az van igazából, hogy te egy KMS szerverre beaktiválod a rendszeredet, akkor nyitsz hátul egy ilyen kis ajtót a
kíváncsiskodóknak a rendszere, de rögtön, így innentől kezdve ugye már nem olyan biztonságos, mint amilyennek megcsinálta a Microsoft, ha lehet biztonságról beszélni, mert erről még ugye nem tudunk túl sokat, illetve ugye hát lophatják az adataidat is, instabilá is válhat a rendszer, hisz valamilyen szinten egy crackkel te megfertőzöd a gépedet, már alapból vírusossá teszed a rendszert csak azért, hogy ő azt mondja a Microsoftnak egy tesztverzió esetén, amit én nem is értek, hogy hát én eredeti vagyok és tök jó. Szerintem tök felesleges ezt a lépést megtenni, egyszerűbb kivárni azt, hogy július 29-én, amikor megjelenik a végleges verzió, vagy amikor rászánja magát a Microsoft, hogy újból indítja az Insider programba való belépési lehetőséget, akkor belépni, és ugyanúgy fogja mindenki kapni a kis tesztverziókat tökéletesen, ingyenesen, annyit kell csak eltűrni cserébe, hogy amikor jön valami újdonság, azt a gép föl fogja pakolni számunkra, és a rendszer mindenből a legfrissebbet fogja használni, akkor is, hogyha az egy stabil dolog, és akkor is, hogyha instabil, úgyhogy ennyi rizikó van benne, de igazából az, hogy megvegyétek, és utána szívjátok, olyan nem muszáj ezt a crackelés történetet, meg nagyon remélem, hogy a Windows 10-nek ez az ingyenes rendszerhasználati választási lehetősége ki fogja zárni ebből a világból, mert tök felesleges és csak az ember szivatja magát, hisz én is mielőtt nem vettem Windows-t, azelőtt annyiszor ütköztem bele olyan problémákba, amik eszembe nem jutottak volna, hogy az valami eszméletlen, és rájöttem, hogy pont azért, mert széjjel van crackelve a rendszer, mert nem elég, hogy ugye én is jó kisfiú voltam régen, el kell, hogy mondjam, nem elég, hogy a rendszer fölkrekkeltem, hanem még a különböző Photoshopot, Sony Vegas-t, ilyesmit szépen ugye én is krekkelgettem, ameddig rá nem jöttem, hogy ez mekkora nagy szívás, és igazából nem az érdekel, és most idézőjelbe teszem, hogy jogilag mi van, hanem az, hogy emberileg engem hogyan bosszant. Mert most, ha én leülök egy géphez, akkor azt szeretném tökéletesen használni, élvezni az előnyeit, amit nyújt az a rendszer, illetve a számítógép, 100%-ig kiélvezni, legyen filmnézésről szó, netezésről, vagy játékról, vagy zenehallgatásról. Nekem ne kelljen kompromisszumokat kötnöm, hogy azért, mert én azt föltörtem, mondjuk vízjel van a videóban, amit készítek, vagy mondjuk egyfolytában buzerál a Windows, hogy én rendszer hamisítás áldozatává váltam, és fekete a képernyőm, és nem nincs hátterem, és különböző funkciók le vannak tiltva, úgyhogy röviden összefoglalva, én senkinek nem ajánlom, hogy itt KMS szerverezzen, várja ki az ingyenes verziót, vagy használja azt, vagy aki rendelkezik gyári rendszerrel, az pedig majd, amikor már biztos felőle különböző fórumokon, vagy akár itt a csatornán úgy is lesznek tesztek a Windows 10-zel kapcsolatban, hogy mennyire stabil a végleges verzió, na majd akkor gondolkozzon azon, hogy ténylegesen lecseréli és beáldozza a Windows 7-es vagy 8-as kulcsát, ugye? Itt gondolok a 8-as családra, nem csak a 8-asra, mert az egy gány szar volt, bocsánat a kifejezésért, hanem a 8.1-re. A másik téma pedig, amit hát mondtam, ugye, hogy be fogok hozni, hogy hogyan készül egy ilyen kis rendszer bemutató szösszenet, ami sosem teljes rendszer bemutató, és ez különben direkt is van így. Ugyanis nézzük. Én is ugye, amikor eldöntöm, hogy egy adott top rendszert fölrakok, és itt legtöbb esetben ugyan Linuxról beszélek, mert azok full ingyen megszerezhetőek, bárhonnan, akkor elkezdem olvasgatni a fórumokat, elkezdek utána nézni a rendszer kiadó oldalán, hogy mit is írnak róla, milyen véleményezések vannak, leírások, stb. Hozzáteszem, nagyon sok esetben sajnos angolul lehet csak elérni, bár mint a Linux Mint esetében, vagy az Ubuntu esetében egy eléggé kiterjedt közösség van már, hál' Istennek magyarul is mögötte, ahol tudnak segíteni nekünk, hogyha a telepítésben vagy bárhol elakadnánk. És amikor ezeket az információkat én összegyűjtöm, megyek a YouTube-ra és nézek róla a telepítési videókat, amik közben én már jegyzetelek magamnak, hogy mi az, amit mondjuk
bemutat XY gépsz Jakab, hogy ilyen a felület és olyan, és ilyen újdonságok vannak és olyanok, hogy mi az, amit én beszeretnék számotokra mutatni, mi az, amit én ki akarok próbálni, hogy biztos úgy működik-e, mert már futottam bele olyanba, hogy mutattak egy érdekes megoldást, és akkor, na, az jó, azt tényleg mutassuk be, és az milyen királyú fog tetszeni az embereknek, és hú, de jó, és fasza. És utána, amikor oda kerültem, hogy föltelepítettem a rendszert, nekem nem működött, majd utána néztem a fórumba, hogy ja, hát bocsi, az régebbi verzióban benne volt, és ebben most már nincsen benne, és akkor így gyertek. Köszi. Vagy egy megoldási mód, ezt a problémát így és így old meg, és utána, amikor kipróbálom, akkor pedig nem működik, vagy még nagyobb katyvaszt okoz. Ami nekem viszont nagy érvágás, az nem más, mint a telepítési útmutatók. Ugyanis a legtöbb youtuber, aki videót készít ilyen Linux telepítőkről, nem kézikamerával vagy nem mobillal készít, normálisan olvasható, kristálytiszta, jó minőségű telepítő bemutató videót, hanem úgy kell elképzelni a legtöbb videó esetében, hogy vagy csak zene megy, nem magyaráz semmit, vagy egy 2 éves szintű gyerekhang tök irritálóan magyaráz, aminek a fele tüsszögés, böfögés, röfögés, fingás, illetve a virtual boxban való telepítő. És akkor mielőtt ebbe belemennék, hogy nekem ez miért fáj, és miért nem tetszik, én megjegyezném, hogy jöhetne itt a kérdés, hogy tehát akkor csináld meg magad. Csinálhatnám is, hogyha lenne kézikamerám, vagy normális mobilom, vagy működne ez is itt rendesen. Ugyanis ugye nálam, amikor én telepítek, a következő megy végbe, kiírom Rufusra ugye pendrive-ra a történetet, bebootolok, átállítva a BIOS, hogy USB-ről bootoljon, install, jó esetben bejön a Live CD, ahol rögtön már kattingatok jobbra-balra, én mindig kipróbálom, mielőtt nekiállnák a telepítésnek egyáltalán, utána pedig jön a telepítés, közben már én nyitom a böngészőbe az adott rendszernek az oldalát, fórumokat, hogy ott legyen kezemügyébe a segédlet, amikor netán elakadom telepítés közben, ugye bal oldal telepítés volt, jobb oldal nézem az információkat, és bizony nem tudom fölvenni, ugyanis ahogy mondtam, nincsen kézikamerám, a mobilom pedig gebasz, a kezem pedig, hát ugye, mivel egy kézzel csinálok mindent, tartanám a kamerát így, így szépen bele így a izébe, veszem jobbra-balra, és közben kattintsak az egérrel, érzed, azért körülbelül ekkora különbség van, és az egyiket így tartod, stabilan, mert ugye is figyelve a fényekre, hogy minden látszódjon tökéletesen, közben kattingatsz az egérrel, és még hogyha nevet kér, vagy jelszót, akkor még pötyöksz a billentyűzeten, és szerintem, ha ezt valaki megcsinálja, én letérdek előtte, és azt mondom, hogy ő a Jézus Krisztus, szupersztár, de szerintem erre nem lesz mód, mivel ez nem lehet szerintem megcsinálni, lehetetlen, na mindegy. Lehetetlenség nincs, csak tehetetlenség, na mindegy. A másik pedig a YouTube videókban nekem az nem tetszik, hogy a telepítés tök jó, hogy megmutatja, hogy ilyen felület fog fogadni meg olyan meg amolyan a telepítés menete alatt, viszont az, hogy a partíciót túltárgyalja annyival, hogy virtuál boxos 8-10 giga, next, megyünk tovább, hó fölállt, és akkor milyen szép és jó és király és nagyszerű, és ebből áll a videó, illetve, hogy hogyan megy rajta a Lukan Vakarom Ször nélkül című játék, hány FPS-sel, ugye ebben merül ki a történet, az, hogy hülye parasz, honnan szedjél le ilyen cuccot, olyan cuccot, amolyan cuccot, melyik program, ami az open source-ok közül érdemes felhasználni, mert ugye azok között is vannak bugosak, meg eléggé instabilok, azt nem mondjuk meg, viszont az, hogy Next Virtual Boxos partícióra telepítés, azt mutatja. Holott én pedig minden rendszer újra telepítéskor partícionálom a vinyót, formázom a vinyót, szóval állítgatok jobbra-balra mindent, pont azért, hogy minden a stabilon menjen, mert az, hogyha csak így rányomnák, hogy rak föl a Windows mellé, hát ott lennének problémák keményen, mint ahogy olvastam fórumon. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, röviden, így összegzésképpen, mert most már egy csöppet hosszúra nyúlt ez a kis videó, hogy aki neki akar kezdeni Linux telepítésének,
azt tényleg mindent olvasson át, Tövirőhegyire menjen, utána nézze meg, bizonyosodjon meg róla, írja le magának, mert az, amit itt például a csatornán lát, sajnos nem teljes. Ezért is mondtam, hogy csak rövid bemutatók, szösszenetek úgymond, nem teljes értékű bemutatók, mert ugye én Windowsos szemmel nézem, így innentől kezdve engem az érdekel, hogy hogyan megy az a rendszer, mennyit zabál az a rendszer, hogyan futnak rajta a programok. Az, hogy nekem az X4-be van formázva, NTFS-be, FAT-ba, vagy a anyám kinyába, az rohadtul nem érdekel. Az, hogy milyen kernelt használ, meg stb. Leszarom. Nem érdekel. Nem az, hogy 100%-ig nem érdekel, csak első körben nem érdekel. Ha majd egyszer úgy döntök, hogy egy rendszernél ledobom a kis horgomat, és megállok, és azt mondom, hogy na, ez nekem Pöpec király nagyszerű, akkor majd utána nézek mélyebben, addig viszont, mint minden Windowsos, hisz a Windowsosok vannak többségben sajnos, még mind a mai napig, nem pedig a Linuxosok, bár mondjuk lehet, hogy ez még jó is számunkra a Linuxosoknak, mert akkor kinézni ezt a csatornát, hogyha a Linuxról nem kerülnének föl videók. Na mindegy, szóval, hogy én így nézem, úgyhogy mindenki úgy kezdjen el fölrakni Linuxot, hogy tényleg mindennek nézzen utána, mert ez nem könnyű kenyér. Úgyhogy tényleg érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy kipróbáljuk, és ha már rászántuk magunkat, akkor ne egy-két óra múlva adjuk föl, hanem egy-két nap vagy három nap után. Például ilyen az én esetemben valószínűleg soha fel nem kerülő videó téma, a PC Linux OS, mint olyan. Az összes telepítőt leszettem a gyári oldalról, minden kiegészítőjével egyetemben, és mégis hiába írom ki pendrive-ra, egyfolytában errorokat dobál, nekem már odáig sem jutok, hogy elkezdjek telepíteni, ugyanis már bebútoláskor is írja, hogy sérült az ISO, ami rohadt érdekes, mert ugye lehet a Linuxokat torrent útján is leszedni, legtöbbször én itt teszem, mert gyorsabb, illetve ugye lehet simán a böngésződön belül is letölteni, amit én meg nem használok, de próbáltam ezeket úgy is. Körülbelül, ha jól tudom, van 4-5 ilyen PC Linux OS letöltő rész, file ugye, ISO és az MD5 vagy mi a ragja mellé, ami kell, és ez körülbelül 10-szer van meg. 10-szer van meg, egy csomó helyet elfoglal, és egyetlen egy nem működik. Már próbáltam régebbi Rufus verziót, azzal sem működik, szóval én azt mondom, hogy amit sokan használnak, azt próbált ki, azt nézd meg. Amit meg ritkábban használnak, az hagy rá az olyan hülye gyerekekre, mint én vagyok, akik beleugranak a nagy büdös semmibe, és akkor is, mint a pitbull, addig mennek, ameddig be nem tudják számodra tökéletesen mutatni annak a programnak előnyeit és hátrányait. Hozzáteszem, hogy a videókban majd, az elkövetkezendő ilyen rendszer bemutató videókban nagyobb hangsúlyt fogok fektetni a nehézségeknek, illetve az újdonságoknak, ahhoz képest, ami eddig belemutatva különböző operrendszerek esetében, és a Debian alapú rendszerek most egy kicsit félre lesznek téve, most egy kicsit teljesen más. Jó szó használat volt, nem? Kicsit teljesen más. Na mindegy, szóval más oprendszerek világába is bele fogunk nézni, mint például Mandariva, Arch és társaik, úgyhogy megpróbálok egy összképet végére kialakítani, mikor így az általam bemutatott rendszereknek így vége fog szakadni, hát az még nagyon messze van, körülbelül mutattam 4-5-6 rendszert, ahhoz képest van 480 disztribúció 2012-es adat szerint, azóta meg még jöttek ki, és akkor még a magyarokról nem beszélek, mert ott van két magyar is, ugye, de azokat még nem próbáltam, de majd ígérem, azok is föl fognak kerülni, gondolok itt az Uhura és a Black Pantherra, úgyhogy én remélem, hogy ez a kis kitekintés, össze-vissza, blablablázás, stb. Remélem hasznos volt számodra. Most már talán érted a menetét annak, hogyan készül egy-egy ilyen rendszerbe mutató kis szösszenet, és amennyiben tetszett, tudod, mint mindig, ahogy minden youtuber elmondja, lájkoljad, diszlájkoljad,
és iratkozzál fel. Na, köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és további szép hétvégét kívánok neked. Hello!